Örkény István legnagyobb népszerűségnek örvendő művei között tartjuk számon a Tótékat, amelyet három változatban írt meg a szerző. Filmforgatókönyvként, regényként és színpadi műként. Az Örkény centenárium alkalmából ezt a tragikomédiát mutatta be a Csíki Játékszín Viktor Johann Frunze színrevitelében. A Tóth családtagjai csendes mátraszentannai otthonukban a fronton harcoló fiúkért aggódnak. A postás jól ismeri különben aggodalmaikat, hiszen minden küldeményt gondosan átvizsgál. Ahogy ő mondja, csupán azzal a céllal, hogy megkímélje kedves falustársait a rossz hírek hallatától. De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Noébe, örömhír! Tóthi! Posta! Örömhír! Anyu! A Tóth családban minden frontról érkező levél ünnepet jelent, hiszen életjelt hoz a szeretett gyermektől. Ez éppen felettesének érkezéséről hoz hírt. A háború szörnyűségeibe beleőrült őrnagynak kapóra jött az erdővel körülvett csendes falusi lak. Pár napnyi nyugalomért cserében pedig Tótéknak megígéri, hogy gyermeküknek kényelmes és biztonságos szolgálatot biztosít. És ennyi elég is ahhoz, hogy a fiáért aggódó család behódoljon az idegbeteg vendég ötleteinek. Én a semmittem és káros következményeire szeretném rávezetni. Érti? Nem érti? Maguk érti, hogy gondolok? Maguk sem? A nappalt átalvó őrnagy éjszakára megpesdült hangulatban állítja munkába a családtagokat. Tóthék az éjszakai nyugalomról is lemondanak, csak hogy az őrnagy kedvében járjanak. A közismert történet főszerepeiben Veres Albertet, Márdírosz Ágnest, Dálnoki Csillát, az őrnagy nem könnyű szerepében pedig Kozma Attilát láthatja a közönség. Érzelmileg nem annyira, viszont technikailag nagyon kipróbált ez a szerep, és nagyon megtapasztaltam én is a határaimat, és életemben soha ilyen nehezen szöveget még nem tudtam megtanulni. Ez az első olyan szerepem, amelyet nagyon sok háttér dokumentációval láttam el, tehát olvastam tüzérségi könyveket, ilyen különböző katonai dolgokat, hogyan kell lőni aknavetővel, valami fogalmam legyen. Persze az előadásban erre nem nincsen szükség, tehát az ember nem beszél róla, de mint háttérinformáció, ez fontos, hogy az ember mégis katonásabb legyen. Persze én is megnéztem a filmet, onnan is az ember jegyzete, akkor rengeteg interjút olvastam el Örkénnyel, hogy erről mit gondol. Most semmi! Hát nagyszerű! Nagyszerű! Hát erről van szó! Ez a lényeg! Semmi! Én mindig is itt a fronton már a saját legénységedni kitapasztaltam, hogy a semmitelés milyen veszélyekkel jár. Ha az ember agyát a szabadjá hagyják, akkor az a saját gondolatainak a játékszere lesz. És akkor úgy fogunk járni, mint a kettős tóktorozatban a piros pettyes lepkénkkel. A Tóthék Örkény István egyik legismertebb, legnépszerűbb műve. A Csíki Játékszín különben ezzel a darabbal köszöntötte a színház idei világnapját is. Örkény év van, Örkény centenárium, 100 éve született Örkény István, és Viktor Johann Frunze rendezővel néhány éve együtt dolgozunk. Amikor darabot kerestünk, akkor ezt figyelembe vettük, ezt a centenáriumot. Időközben pedig a Bukaresti Nikolai Bolcseszkó Kulturális Központban is készült egy Tóthék előadás. Így adott volt a helyzet, és az ötlet tulajdonképpen saját magát adta, hogy mind a két előadást eljátsszuk a Színház világnapján Csíkszeredában, hogy egy Tóthék maratont szervezzünk tulajdonképpen. Örkény István darabjait a román társulatok is szívesen tűzik műsorra, mondta Viktor Johann Frunze rendező. Io amo passione mare pentru literatura dramatică maghiară. Am montat și autori clasici, cum ar fi Molnár Ferenc, dar am montat și autori contemporani maghiari, cum e Tasnádi, Egre și Zoltán. Și așa s-a întâmplat să putem face cele două montări una după alta și acum să le reunim aici în, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, care ne arată că teatrul totuși are o limbă universală care este aceea a scenei și poate că asta este unul dintre mesajele cele mai importante pe care
vrem să le transmitem. Cele două spectacole, deși sunt făcute de aceeași echipă, deși le-am produs pe amândouă, totuși au rezultat două versiuni diferite. Dar ceea ce le unește este, și nu ar trebui să uităm să spunem lucrul ăsta, ceea ce le unește este geniul acestui dramaturg, Örken István. A két részes tragikomédia magyar és román verziójának is Adriana Grand a látványtervezője. Nos, ez volt a Csíki Játékszín előadása, amellyel Örkény István születésének 100. évfordulóját ünnepelte meg a Székelyföldi Társulat. De nem csak ők tisztelegtek nagyírónk emléke előtt. A Marosvásárhelyi Látó Szépirodalmi folyóirat tematikus száma is az Örkény életművet járja körül. Ebben a lapszámban jelent meg Kötő József színház történésznek az a tanulmánya, amely Örkény színpadra írt műveinek erdélyi, illetve romániai megjelenéseit összegzi. A stúdióban köszönhetem a szerzőt, jó napot kívánok, jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Nos, azt olvasom a tanulmányában, hogy tehát az ön által ismertetett adatok szerint Romániában 1949 és 2011 között 26 Örkény bemutatót tartottak 9 városban. Én egy picit tovább számoltam, ami azt jelenti, hogy ez kb. Egy 60 éves időtartam, és akkor olyan 2,5 évre jut egy Örkény bemutató Romániában. Sok ez vagy kevés? Hát mondjuk ez a tovább számolás egy picit nem fedi teljesen a valóságot, ugye, mert ha tekintetbe vesszük, hogy a 49-ben bemutatott különös házasság, dramatizálás, Vásárhelyt és Kolozsvárt összesen nagyon sok előadást ért meg, és mondjuk később a többi darabjából csökkentett előadásszám volt, akkor ez nehéz így korszakokra bontani. Én azt mondanám, a lényeg az, hogy Örkény művében és műveiben, különösen színdarabjaiban a kortárs néző ráismert a saját közérzetére. Ha ő a maga tragikomikus világlátásával, ez a groteszbe öltött iróniával sikerült mondjuk abba az irányzatba, amit mi közép-európai groteszknek és abszurdnak nevezünk, beilleszkedve beszélnie az élete totalitarista korszakáról, amikor ugye nem lehetett a világot csak ironikusan nézni, nem lehetett csak eltávolodva nézni, hisz az emberi lélek visszájára fordult ebben az időszakban, és ezt a kiszolgáltatottságot kellett érzékeltetnie. Ugye láttuk az előbb a Tótékat, amely különben, ugye, hogy mondotta, a leggyakrabban játszott darabja volt nálunk Erdélyben is. Erről szólt, hogy tulajdonképpen a megalázottság és a kiszolgáltatottság és a lázadás dilemmájával kellett megküzdeni. Na most ez egy nagyon érdekes téma. Itt, ahogy néztem ezt a bejátszást, sajnos az előadást nem láttam, ugye elsősorban erre koncentrál, ugye, hogy megfejtse a kiszolgáltatott és a megalázottság állapotának a lélektani helyzetét. Én nagyon érdekes, hogy például, ha Tótékról beszélünk, a legelső Tóték bemutató Erdélyben 1968-ban volt Kovács György rendezésében. Alig egy évvel a magyarországi ősbemutató után, nagyon frissek voltunk. És sőt, még azt is el kell mondanom, hogy Tóték előadását, Vásárhelyt megnézte maga a szerző is, és meglepetve látta azt, és utána le is nyilatkozta, a tanulmányomban idézem is, hogy ez volt az az előadás, amely leginkább megértette azt a világot, azt a gondolatot, amit közvetíteni akart maga a szerző, és ezt azért említem szemben mondjuk ezzel az előadással, hogy ott nem csak a megalázottság és a belenyugvás titkait és ezt a kapcsolatrendszert vizsgáltak Kovács György, hanem a lázadás alternatíváját is. És ez egy nagyon érdekes vonása a Tóték előadásainak, hogy sehol se helyeződik hangsúly például Cipriani professzor alakjára. Ő a
Tóték településének szomszédságában levő ideklinikának az igazgatója, aki bölcs rezignáltsággal, aki az értelmiségi világ fölé emelkedettségével elemzi a helyzetet, és megcsillantja a lázadás alternatíváját is a ráció nevébe. Na most ez egy olyan komplex olvasat volt, ami a tanulmány írása kapcsán kiderült, hogy nem is volt versenytársa. Hát eljutottak odáig, például egy temesvári eladásban, Ciprianit egyáltalán kihúzták a darabból. Tehát a darab olvasata és értelmezése rendkívül sok változatot és partitúrát egyébként kínál. Az öntanulmányának a címe az Osztályharctól a lét alapvető abszurditásáig, és mutatom a nézőknek a látó áprilisi számát, amelyben megjelent. Amint a cím is jelzi, a történelmi korszakoktól függően, amelyben megrendezték a tótékat, különböző rendezői olvasatai vannak. A műnek különböző éleire helyezik a hangsúlyt. Így van, és akkor itten ebben a sorozatban mondjuk tetten érhető az örkényi művészetnek és az örkényi dramaturgiának egy másik nagyon fontos vonása, hogy alapvetően nemzetkarakterológiai önvizsgálat minden drámája és egyéb minden más írása is, de ugyanakkor ezt egy egyetemes látomását tudja növeszteni, és egy speciális a magyar helyzetből egy egyetemes emberi látleletet tud megalkotni, és hogy ez mennyire így van, ugye a bejátszott rész is mutatja, ugye, hogy ott is elkészült a román és a magyar nyelvű változata, tehát egy erőteljes interkulturális kisugárzása van ennek, és akkor a tanulmányomban említem például a Kolozsvári Színházban, a Harag a nagy korszakban rendezte a Nemzeti Színházban, és például az ott a kritikák tanúsága szerint a Tóth alakítója a mindenkori Tótok egyik legjobbja volt, vagy nagyon érdekes volt a Jassi Tóth bemutató, amit egy magyarországi rendező, Beke Sándor rendezett, és borzasztó érdekes volt azon túlmenően, hogy az eszmék hogyan találkoztak ebben az interkulturális körzetben, hogy a szószínházra alapozó magyar színjátszó stílus hogyan kényszerült megújulásra a Beke rendezésében, ebben a közegben, ahol a látványra, ahol a teatralitásra alapoztak, és leírtam a tanulmányban, hogy milyen keretjátékot gondolt ki Beke ehhez a bemutatóhoz, milyen látványelemeket próbált találni, hogy példázza azokat a gondolatokat, amelyeket Örkény megfogalmazott. Tehát ez a nagyszerű ebben az életműben, hogy miközben mélységesen magyar tud lenni. Gondoljunk csak például a kulcskeresőknek a professzor monológiára, az a keserűség, az a nemzetféltés, ami abból kiárad, hogy tud ez felnőni odáig, hogy egyetemes látlelet, és mondjuk így, hogy a közép-európai abszurdnak egyik fontos darabjává lesz. Folytatja ez mondjuk így a 20-as évek magyar avantgárdjának a vonalát, hisz Balázs Béláról, Lékai Jánosról szólhatunk, ugye, és a legfontosabbról Déri Óriás Csecsemője például, ami abban az időben a világi irodalmi szinten mérhető teljesítmény volt. Na most, tehát nem a hagyomány nélküli ez a vonal. Erdélyben is, én az időt meg kell egy személyes vallomásra megenged, nagyon nagy örömmel és empátiával tudom olvasni az Örkény iróniát, mert például államvizsga dolgozatot én Karácsony Benőről írtam, aki nem csak az erdélyi viszonylatban, hanem az egyetemes magyar irodalom viszonylatában is éppen ennek a groteszk iróniának a nagymestere. Tehát ezzel azt akarom érzékeltetni, hogy egy mélyen nemzeti hagyományokba gyökerezett életműről, drámairodalom sorozatról van szó, de még egyszer hangsúlyozom, a Mrozsek,
a Ruzsevic kelet-európai abszurdjához mérhető ezek az alkotások. És szervesen kötődnek ehhez a vonalhoz. Egyébként az a Látónak ezt az áprilisi számát bemutatták Budapesten is, éppen a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol örkénykiállítás látható, és amint én olvastam, bár nem láttam a kiállítást, a látványterve a kiállításnak éppen a tótéknak az alapmotívumára épül, a dobozolásra. És egy nagyon érdekes részletre kérdeznék rá, ugyanis hát ez a kifejezés, hogy dobozolunk, hát ez már bevonult a magyar köznyelvvel szállóigévé lett, viszont nagy gondban voltak, amikor a román fordításokat kellett megoldani, hiszen tulajdonképpen ez az ige hiányzik a román nyelvből. Végül is mi történt a dobozolással? Nem találták meg a megfelelő kifejezést, és ezért ez elég hátrányos helyzetet jelentett, mert ugye mikor mi azt mondjuk, hogy dobozolunk, akkor már egy egész világ elevenedik meg előttünk, és az értelmetlen sziszifuszi cselekvésnek az asszociációja már megcsillan előttünk. Itten egyéb kifejezésekkel, főként játékkal próbálták ezt helyettesíteni, de ha már szóba került ez a kifejezés, hogy mennyiben tudott látványteremtővé válni a tóték előadás sorozata, mennyiben tudott a nyelvi leleményeivel hatni, akkor hadd említsem meg, hogy azért szerintem a legizgalmasabb, legalábbis az általam rekonstruált előadásokból, az 1984-es temesvári előadás volt, amit Klein Magda rendezett. Rendkívül izgalmas, mert ez a groteszk irónia megkapta a maga sajátos látványvilágát. Például az első rész egy rózsaszín, bombonvilág színeiből építkezett, a díszlet ilyen színű volt, ilyen gicses, csillagos ég ragyogott a színpad fölött, a szereplők rózsaszín ruhába voltak, és a mozgásuk is ilyen elnyulló, táncos mozdulatok voltak, ahhoz, hogy ahogy haladt a világ, és ahogy haladt a cselekmény, és egyre inkább az önfeladás útjára lépnek tóték, és egyre erőteljesebb a rájuk gyakorolt anyag, eltűnik ez a díszlet, és végül ez a mozgás és módalitás is eltűnik, és egy sötét, beborult világ, egy mechanikusan, mondjuk mint annak idején a Meyerhold előadás, egy mechanikusan mozgó stílust vettek fel a színészek, és ezzel sikerült úgy érzékeltetni az egész történetnek a folyamatát, és innen jutott eszembe a dobozolásról, és ezzel tudták aztán a előadás csúcsává tenni azt a momentumot, amikor Tóth lázad és lefejezi az őrnagyot, és tulajdonképpen ez az előadás 84-ben, hangsúlyozom, 84-ben, tudjuk, hogy a totalitarizmus szinte kulturális genocidiummá fajuló korszakában vagyunk, tudta érzékeltetni, hogy azért merjük vállalni a dobozolás mellett a lefejezés taktikáját is. Az érdeklődőket még nagyon sok érdekes részlet várja az ön tanulmányában. Én csak azt tudom javasolni, hogy keressék a Látónak az áprilisi számát a könyvesboltokban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Én köszönöm a megtisztelő meghívást.